Üdv mindenkinek, ez itt Midboy, Super Midboy. És azt a döntést hoztam meg, hogy egy bizonyos pont után már nem vicces az, hogy én egy szinten, hoppá, nem a repcsőbe akarom menni. Egy bizonyos pont után nem vicces az, hogy egy szinten le vagyok ragadva, hogyha viccesnek lehet, hogy vicces, de nem haladok. És ez nem jó. Úgyhogy azt csináltam, amit egyébként is csináltam volna a dark szintekhez, mert teljesen mazohista állat nem vagyok. Letöltöttem egy mentést, amiben minden állokolva van. Kaptam is egy halom achievementet. Úgyhogy irány Dr. Fetus, és azt el kell mondjam, hogy ezt én már láttam, és elkezdtem egy ilyen 20 percnyi próbálkozáson volt benne. Egy baj volt vele, hogy a kommentárom nem volt vicces egyáltalán. Úgyhogy nem kíván, úgy gondoltam, hogy azt minek rakjam fel. Nem lett volna értelme. Hoppá, ugorjunk rá, hát pontosan ezt kell csinálni. Szóval Dr. Fetus üldöz minket, illetve lő ránk mindenképp. Üldözésnek nem is nevezném, és ezt a részt aránylag így annó már megfejtettem. Ezt a részt már kevésbé, illetve még ezt is talán, úgyhogy a pálya elejét meglepő gyorsasággal fogom intézni jó esetben. Tartsátok észre, hogy ebben 20 perc gyakorlásra van. És a későbbi részeknél ugyanolyan tanácstalan vagyok, mint egyébként. Az a nagyon szemét paraszt pályákkal ebben a játékban, hogy elejét ugye van módod, hogy kitapasztalja a későbbieket, még igazából nem tudod, hogy kéne megcsinálni, az azt nem szeretem benne. Tehát, hogy lehet, hogy rövid és instant respawn, amikor meghalsz, de pálya nehezebbik részére, hoppá, visszajutni, ez egy problémás folyamat, és akkor ott így, hát úristen, mit csinálok, ugrok egyet, és meghalok, és nincs módon kitapasztalni, mit is kéne csinálnom, mint mondjuk a pályák elején. Ez egy személyes kis problémám. Hoppá! Mi? Ezt is utálom, hogy kilövi a lövedéket, a lövedék már eltűnik, de még mindig megöl valahogy. A lövedék helye egy kis ideig. Pff, rendkívül irritáló. És még azt is szeretném elmondani, mielőtt elmebeteg kommentárba kezdek, mert látható, itt leszünk egy darabig, igazából én apasra vagyok biztos, hogy ezt ebben a videóban befejezzük, te jó ég, hát mire vállaltam, mikor hoztam, hogy nem a... Kitaláltam, hogy lesznek a dark pályák, mert sajnos szeretnétek ti szemétládák, hogy játszom a dark pályákat. Azt nem fogjuk csinálni, hogy én mindent megnyerem. Vagy hogy úgy, mint ezeket, hogy 20-ból 17-et. Mert van egy határ az én idegbajomnak, és van egy határ annak, hogy meddig szórakoztató az, hogy nem haladok egyáltalán a játékba. Meg hát azt sárt, hogyha én legalább a frusztráció, hogyha teljesen nem élvezem, amit csinálok, akkor ez nektek se lesz vicces, azt gondolom. Úgyhogy az lesz, hogy azokat így, hát mit tudom én, pályákért mondjuk egy max 20 percet szenvedek, reméljük, hogy nem minden esetben kerül majd erre, wow, sor. És így végignézzük az összes opciót, hogy mik vannak, de teljesítésüket nemhogy nem garantálom, meg tudom ígérni nektek, hogy nem fog sikerülni, mert már így is volt egy pályam, nem csináltam, és nem tervezek visszamenni rájuk. Ezt nem tudom, miért csak szemem most azt az ugrást ennyiszer, és ilyen fantasztikus intenzitása, itt most várakozni kell, mert különben túl egyszerű lenne az élet. Előreugrasz, visszaugrasz, előreugrasz, előreugrasz, ezt a részét aránylag már sikerült végig gondolom a pályának. Itt kicsit várnod kell sajnos. Itt pedig átugrasz és itt fel, bármilyen életveszélyesnek tűnik, nem az. Itt megvárom, hogy ez elindul, mert türelmetlen. Itt van ez az ugrás, amelyiként meglepően könnyű. Itt van ez, amit igazából nem is tudom mikor kell, hát nem így nyilván, de igazából nem tudom mikor kell lemennem, hogy legyen esélyem egyáltalán sikerre, és nem is nagyon tudom kitapasztalni, hogy mikor lenne érdemes, ami megint az idegesítő dolgok egyike. Tehát odáig jutottam, ameddig most. Onnantól kezdve ismeretlen vizek felé evezünk. Bizonyára tele rengeteg hoppá szirénnel. Meg Skyllával, Charybdis-szel. Mérges Poseidonnal és egyéb finomságokkal. Ha nem tudjátok, hogy mire utaltam ezekkel, akkor nagyon sürgősen googlizzátok meg, léci. Ez kicsit szorosabb volt, mint szerettem volna. Ezek sokkal szorosabb volt, mint szerettem volna. Ugorj! Menj le! Ugorj! Ugorj vissza! Ugorj előre! Ugorj még előre! Ez a rész, mint látható, ez már aránylag tudom, de ezt már elmondtam nagyon sokszor. De én önmegnyugtatásként valószínűleg...
Szóval önmegnyugtatásként bizonyára jó pár szója fog tőlem még hangzani, hogy ezt a pályának ezt a részét én meg tudom csinálni. Mert hát a pálya későbbi részét meg nem. Mit látjuk. Türelem. Mert tudjátok, hogy ez a legjobb tulajdonságban milyen türelmes vagyok. Inkább megint itt vagyunk. Darab pokoli őrületben, amit nem tudom, hogy fogok átjutni egy darabban. Igen, sajnos azért nem tudsz egyből menni, mert ez az óriás, függőleges fogaskerékszer, körfűrész szörnyeteg egyszerűen az utadban van, tehát meg kell várnod, amíg elhalad. Ami szerint véleményem szerint elég eléggé idegesítő aspektusa ennek a pályának. De itt leszünk egy darabig, ezt ugye mondanom sem kell. És a shiftet továbbra is utálom. Tehát én, ez a nagy felfedezés, amire jutottam, hogy öregem, hogyha annyit kell, hogy használod a shiftet, és szinte mindig használod, akkor még nem az az alapleállítás, hogy te ilyen gyorsan mész, aztán vagy visszavált arra, és a shift mondjuk csinálhatná azt, hogy lassan mész, ugye nem normális futás, wow, nem normális meg futás, hanem normális meg gyaloglás. Az nem tudom, hogy nem találtál. Ezt tudom, hogy ez viszont, hogy találtál. Még pedig úgy, hogy beleugrottam. Ez én idegességem Meat Boy vidám kis ugrálásában manifesztálódik a játékon belül. Meg hát nyilván sokszori halálában a közeljövőben. Hát jó, ha ilyen fantasztikusan megy a dolog egyelőre, akkor jó sokáig itt leszünk. De amúgy is sokáig itt leszünk, azt hiszem. Ezt a játékot tényleg nem billentyűzetre találták ki, ami kár, mert a flashes az nem ilyen volt. Szerintem lehet, hogy egy ilyen egy videós bemutatót szánok majd a flashesre. Igen, itt nem, itt viszont nem érdemes nagyon várni. Mint ha annyit érdemes várni. Ha lent van mind a kettő, akkor a távolat mindegy. Azt hiszem, ezt nem fogom tudni elmagyarázni, hogy nincs képernyő. De ha mindjárt teszek rá egy újabb kísérletet, akkor látni is fogjátok, hogy miről beszélek. Gyerünk. Ugorj. Oda is ugorj. Ilyenkor úgy nagyon szeretnék már sietni. És ezzel megsemmisítem Meat Boyt nagy sietségemmel. Mint egyik az alapvetően Dr. Fetus, mintha itt se volna. Az azt jelenti, hogy néha rád lő. Egyelőre legalábbis nem sok mindent csinál. Aztán persze ki tudja, milyen hosszú a pálya és milyen fasságok várnak még rám. Ebben pont, hogy beleugrottam. Ugye alapvetően átugrasz fölötte, hogy legalábbis ez a cél, csak kicsit rosszul időzítettem ezt a bizonyos ugrást. Kettő, három, Meat Boy. Ez a négynek, úgy négyet ugyanabb mondják, hogy Meat Boy, nem hallottátok mi? Ez egy nagy matematikai áttörés. Miután megtudták, hogy a P-nek van utolsó számjegye, és ez pedig a 4-es, vagy bocsánat, a Meat Boy. Úgy gondolták, hogy valami végtelenül nehéz dolog lesz a tiszteletbeli neve ennek a számnak. Mert egy eddig végtelennek hitt tizedes törtnek megtalálták a végén.
És hát azt gondolod neki, hogy a Meatball egy végtelenül szemétparaszt, végtelenül idegesítés, végtelenül frusztráló játék, amit végtelen sok időbe és energiába telen lesz kimaxolni. Úgyhogy innentől kezdve a Pi utolsó számjegyét hivatalosan is Meatballnak hívják. És mostantól ugye 1, 2, 3, Meatball, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és így mennek tovább a számok. Megint kedvenc részemen vagyunk. Úristen. Hát itt most vagyok először. Azt hogy kéne megcsinálom? Ez is egy olyan kérdés, most egy jó darabig meg nem, de az esélyem se választ kapni. Most ezt bemákoltam az előzőt. És azt sem tudom, hogyan kell megcsinálni. Bár lenne no clip a játékban. Milyen pisztolya van már a Dr. Fidusnak, hogy célkövető lövedékei vannak? Csak egy kérdés illetett gondolom. Nem akkor érdemes leugrani, amikor felfele megy ez a körfűrész, de nem vagy benne teljesen biztos. Majd megnézegetjük. Azt kell mondjam, a körfűrészt jobban szerettem az Isaacben, mert ugye az SMB Superfan Oster Supply Itemnek a jele, egy véres körfűrész. Itt a Meatballban sajnos csak a halálhozó és szörnyűséges és fúj. Most vettem fel ugye ezeket, nem is tudom mikor fog majd felmenni, de abban egyébként fel is veszem valahol egy ponton az SMB Superfent. Elég durva ezek kör egyébként. Egy óra egy perces, de nem ezért durva. Igen, már ott tartunk, hogy én itt más videóimról szívesebben beszélek, mint arról, amit éppen veszek. Ami talán árulkodó. Kis türelmet kérünk, ha a játékük gondolja, hogy tovább enged minket. Ez bizony azért vagy nagy túl előre mehess Dr. Fetus elől. Azt legyen meg a fogaskerekek, hol vagyok? Hol vagyok? Ha valaki el tudja nekem mondani, hogy mi történt annak, hálás lennék, mert nekem fogalmam nincs, hogy mi történt itt. Lehet, hogy beleugrottam a fogaskerékbe, mert őszintén szóval azt néztem a lenti, mindig fogaskeréknek hívom ezeket a körfűrészeket, de a lentieket figyeltem, hogy mikor mehetek. Hoppá, kicsit gyorsabban ugrottam, kellett volna, itt nagy lassabban. Ezért nem lehetett lent várakozni, mert utolér a másik. Egyelőre ilyenkor mögött a pálya bal oldalán itt tartózkodó körfűrész. Halom. Úgyhogy sietni kell. Sietni kell, pontosnak kell lenni, mazohistának kell lenni, és hát kis húsoszkának lenni. Indulj el. Előre, hátra, előre, előre, fel. Átugorja, felugrik. 1, 2, 3, Meatball. Várakozik kurvosokat. Ilyenkor kell ugrunk, mind a kettő fent van, bármennyire furának is tűnik. Egyébként meghalsz. Bár azt hiszem, hogy azt akartam, hogy ez kellemesen könnyű ez a dupla körfűrészes dolog a korábbihoz képest az előző pályán, amivel nem is bírtam el. Értettem a körfűrész résszel, nem bírtam el, de
értitek, ez fáj, amit végül úgy döntött, hogy nem fejezek be, hanem skippelek a kollektív jó zeneszünk megőrzése érdekében. Főleg az enyémért. És most hallottam meg ezen először, szerintem még adokat a felvételeket is figyelembe véve, amiket nem mutattam meg nektek, mert nem töltöttem fel, mert szarok voltak. Szóval ezt eddig én nem hallottam meg szerintem egyszer sem. Mert így közelebb vagy hozzá, és így egyszerű. És úgy meg. És megint itt... Ja, hogy ott... Aha, ez érdekes, tehát ott fel tudsz menni, de ott ragadsz. Hát ezt a hülyes, ez nem értem. Így mire jó, mert tovább menni nem tudsz, de ott fel tudsz menni, el tudsz tűnni, és felakadsz. Lejönni is le tudsz. Furcsa. Kicsit furcsa. És ostoba. És idegesítő. Én nagyon sok minden ebben a játékban. Én most nem használom a shiftet, már csak rahiból se, itt muszáj leszek. Most mondja, kontrollálhatóbb meatboy egyébként. Igen, itt most kapcsoltam, hogy hát, ja... Nem kell oda lemenni a padlóra. Átugrassz a másik falra. Dőj! Úgyhogy nem kell nézegetni azokat a fogaskerékeket. Egyáltalán. És még mindig körfürésznek hívják őket. Azt kell mondjam, a zenéje jó a pályának. A zenéje jó a pályának. Gyerünk, Meatboy. Csináld a dolgod. Most próbáljuk meg újonnan megszerzett felismerésünkkel meghalni. Azt akartam, hogy megpróbálni ott átugrani. Vissza, előre, előre, fel. Át. Be ki lefel, meg el át rá, ide-oda, szét, össze-vissza. Ah, B-hé-hé-hé-hé-hé-hé-hé. Neked ki épít meg egy ilyen helyet, és minek, és hogy jut ki utána élve, mint munkás ezekkel a... Hogy nem kérdezték neki Dr. Fetus, hogy elnézést, mire kell önnek ez a lebegő körfűrészekkel, nagyon durván teletömött hely. Sőt, ha már itt tartunk, minek kellett ez neki, azt hiszem, hogy egyszer Meatboy talán idejön. Hogy lehet itt élni? Hát öregem, te is itt állandó életveszélybe vagy. Oké, vicces, amikor bemásoltam a mentést, azt a lövedéket figyeljétek. Amikor bemásoltam a mentést, amit letöltöttem, kaptam egy halom achievementet. És így csak 33%-a van az achievementeknek egyébként, ami érdekes, nem tudom mi a többi. Sosem érdekelt a dolog különösebben. Főleg nem ennél a kurva játéknál. Új! Maradj életben, Meatboy. Köszi. Örök hálámat ígéd azért. Hát ez nem igaz, hogy most állandóan meghalok. Erre szállt, kösz. Na. Köszi. Akkor próbáljuk meg újra ezt a részt, amiről én elmondtam nagy lazán, hogy könnyű, és amióta én gondoltam, hogy könnyű, állandóan meghalok. Na végre már. Az egyetlen dolog, amire itt figyelnünk kell, az... akkor nem sem egyszerű, egyébként biztos, ha itt rajta állsz Dr. Fetuson, akkor ő nem tud lelőni. Meg nem tudom, éppen elsőre nem tud lelőni, másodjára már igen, és el kell indulnod a fogaskerekek miatt. Ami még mindig körfűrésze. Lényegtelen apróság.
Na. Talán most, talán ez az a Meat Boy kör, ahol túl fogjuk élni az egészet? Spoiler, szinte biztos, hogy nem. Cső, biztos, hogy nem. Azt is lehet tudni, milyen hosszú még a pálya az után rész után. Feltételezném, hogy mondjuk a felénél, ha járunk, tehát. Ja, azt hiszem, azért szeretem én jobban a flashes Meat Boyt, meg azért bírtam, mert ez megint az a utálatot váltja ki belőlem, mint a repcsörös pályák. Én szerintem jobban bírtam, vagy bírom azokat a pályákat, ahol statikus a kikerülni való. És lehet akkor aztán ultra szemét, de statikus, tudod hol van, tudod hol lesz, tudod hova kell menned. De így, ha nem is mondanám, hogy belezavarodtunk, de sokkal nehezebb megcsinálnom, és kevésbé élvezetes. Még csak azt sem mondhatjátok, hogy nem értékelem nehéz játékokat, tehát XCOM-ot ajánlom figyelmetekbe, Isaac-et ajánlom figyelmetekbe, hamarosan majd a Spelunky, amit a Spelunky teljesen mindegy, ne lesz, apró spoiler, kíváncsibbaknak lehet, annyit kell azért csinálni, hogy leugorjak egy pillanatra, aztán úgy vissza a falra? Lehet, nem tudom. És kezdnek el itt ne arra pontra, ahol kurvára nem is érdekel! Rá! És igazából nem ideges vagyok, hanem úgy elegem van. De hát előre valakinek meg kell állítani a Dr. Fetuszt. És attól tartok, ezt senki nem fogja megtenni helyettem. Ez az én szomorú és irritáló kötelességem. Amilyen annyira örültem, hogy ide jól megvan a megoldás arra a részre, ugyanolyan anyák kicsája, ugyanolyan tanácstalan vagyok most. És sokszoros elnézést azért tudom, hogy hallatszik a billentyűzet. Bár kommentben nem panaszkodtatok még miatta, engem idegesítene a helyetekbe. Úgyhogy most, hogy elmondtam, bizonyára fel fogtok rá figyelni. Ha valaki tudja, hogy mit tudok ezzel kezdeni, akkor legyen kedves árulja, mert én filóztam rajta, de ezt a hangtechnikához, amit észrevettétek, abszolút nem értek. Ugyanúgy a Meat Boyhoz sem, de mindesetre van valami ötlet, hogy mit lehet ezzel kezdeni, ez legyen a drága, hogy szól nekem. Lehetnék alulról is, legyünk őszintén, hogy valószínűleg egy ilyen öngyilkossági kísérlettel ér egyenértékű. Olyat nem tudok, hogy csak úgy eljövök a falról, igaz? Ez egy ilyen alapból kéne legyen most már egy érdekkel. De igen, egyébként csak időigényes. Le lehet jönni a falról. Jó, akkor lehet az otthon próbálkozni. Ezt így nem is tudtam, hogy le lehet, csak sok idő kell hozzá. Hoppá, aztán túl lassúak voltunk, és azt hiszem igen, meghalunk. Bár ha nem ebbe haltunk volna, akkor az óriás körfűrész falba haltunk volna, valami jött utánunk. Nem sikerült lelépnem ott a kis lépcsőn. Minőségi Meat Boy játékmenetet láthattok itt, srácokványok. Nyilván azért vagytok itt. Hiszen amikor 2011-ben a világ legjobb Super Meat Boy játékosává választottam, rátok hivatkoztam a köszönőbeszédemben, azon nézőim, akik azon a csatornát nézik majd, ami akkor még el se kezdődött. 2011-ben csináltam én ezt már? 2011 novemberében szerintem akkor kezdtem. Akkor legyen 2005-ben, akkor még Meat Boy se volt, és azért extra vicces. Na akkor nézd meg, hogyha te le akarsz csúszni, igen, meg lehet csinálni. Akkor ezzel fogunk próbálkozni. Van egy haditervünk, most már csak véghez kéne vinni. Meg megtudni, hogy lehetséges, és ez az idegesítő része ennek a dolognak. Főleg az én. Úgy látszik, hogy platformjátékokhoz korlátozott felfogó képességemben. Viszont ide egész nagy magabiztossággal eljutok most már, aminek örülök. Beszéljünk meg, hogyha én itt hát ez kicsit korai volt. Oké, tehát ne ugorjunk magasabbra, mint ahonnan indulunk, mert ez igazán túlzás.
és csak egy körfűrészen kötünk ki vele. Azt hiszem, hogy egy körrel tovább vártam, amíg izgalmas lett volna, hogy jobb, ha sietünk. Meg jó vagyunk. Sőt, még várnunk is kell. Úgyhogy szerintem pont úgy jól csináltam, hogy igazából. Na, erre ezt tovább létsz. Köszi. Úristen, úristen! Egy milliméterrel arrébb állok. Két pillanatra kapcsolom kellett, hogy úristen, nem haltam meg, amikor felugrok, és úristen, hiába ugrok fel. És ennek a kettőnek a felfogása sajnos túl sok időt vett el az életemből. Tehát miből életét teljesen elvette. Na. Igen, ezt csináljuk, úristen, de most élek. Úristen. Nem akarok meghalni, és nem haltam meg. És itt mit kéne csinálnom? Ezt valami ilyesmit, úristen, még mindig élek. És itt mit kéne csinálnom? Ott mit kéne csinálnom? Hát ott valami nagy levegőbe szlalomozást tudok csak elképzelni. Te jó Isten, azt ott nem vágyom nagyon megpróbálni, de hát muszáj leszek. Egy, kettő, három, négy. Baj, bocsánat, egy, kettő, három, mit boly? Meg kell szoknom ezeket az új matematikai konvenciókat. Nem a Scoobler koncentráció miatt visszafogott a kommentárom, hanem inkább a Nihil miatt, ami így áttölt. Átitat inkább, ez lenne a helyes kifejezés szerintem. Áll. Szegény Meat Boy, hányszor halt meg, miközben megpróbálja megmenteni a feleségét, vagy barátnőjét, vagy tudom is. Áll. Na jó, édes drágáim, szerintem azt fogjuk csinálni, mint elgondolkodtam rá, hogy van-e értelme. Egyrészt, mint valahogy azt érzem, hogy így elértem azt a pontot, amikor már a játék felét csendben játszom, ami a Let's Play-ben nem túl jó. Másrészt azt fogom csinálni, hogy én megnézem a pályát YouTube-on, hogy tudjam, hogy milyen kurva hosszú, és hogy hol tartunk kb. Veszek azt fogom tapasztalni, hogy kurvára nem tartunk sehol, és innen folytatom legközelebb. És jelentem, megnéztem, és az a jó hírem van, hogy egy akadálynyira, vagy hát másfél akadálynyira vagyunk a pálya végétől, vagy legalábbis az első felének végétől, a második felénél azonban már onnan respawnolunk, úgyhogy ha kicsit értelmesebb agyi állapotban leszek és szórakoztatóbb, akkor ezt nagy valószínűséggel a következő videóban ki is fogjuk végezni. És aztán jöjjenek a dark levelek. Segítség!